Budapest, Csokonai Kulturális Központ. Színház, zene, tánc, kiállítások mindenkinek. Egész évben, 7 helyszínen. Az élmények otthona. Tisztelt Rákospalotai Senior Akadémia hallgatók, sok szeretettel köszöntöm Önöket a 2021. júliusi előadáson, amelyet az interneten keresztül tudnak tőlem meghallgatni. Én dr. Jászberényi József vagyok, és a Milton Friedman Egyetemen vezetem azt a folyamatos tanulásközpontot, amely nagyon sok helyszínen az országban tart különböző előadásokat, foglalkozásokat, és örömmel mondom, hogyha a szabályozások és a vírusjárvány nem fog negatív irányt venni, akkor ősztől már több tucat helyszínen újra folytatódnak a szenior képzéseink. Önöknek egyelőre videó előadásokat küldök minden hónapban. A mostani témám az a félelmeink legyőzése. Azért is küldök videó előadásokat önöknek, mert ilyenkor nyáron azért az a fontos, hogy az ember kikapcsolódjon, feltöltődjön, energiát kapjon, egyszerűen visszaálljon egy normális életkerékvágásba, ami remélhetőleg ősztől elkezdődik, és ezért ilyen jelenléti előadások nem is biztos, hogy szerencsések. Azonban így a videón keresztül bárki meghallgathatja, akár többször is van rá mód, és az kevésbé érthető részeket, azokat újra meg lehet nézni, újra ki lehet akár jegyzetelni. A cím tehát az, hogy a félelmek legyőzése, de ezt mindjárt pontosítanom kell, hiszen akár egy evolucionista álláspontot foglalunk el, akár egy keresztény álláspontot foglalunk el, akár ennek a kettőnek valami fajta vegyített változatát, mert rengeteg olyan ember van, és rengeteg olyan kutató van a mindennapi emberek között is, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a két törvény egyszerre igaz. Tehát akár honnan nézzük, a félelem az nem egy olyan tulajdonságunk, ha tetszik ösztönünk, hogy azt mindenképpen meg kell szüntetni, fel kell bennünk számolni. Hiszen a félelem nélküli ember az a vakmerő ember, aki ráfut bizonyos eseményekre, és ennek következtében elkövet hibákat, olyan hibákat, amik akár beteggé tehetik, vagy akár az életét is veszélyeztetik. A félelem tehát egy velünk született jellemzőnk, egy velünk született ösztönünk vagy tulajdonságunk, ha tetszik. A félelmet nem legyőzni, hanem kezelni kell, jó irányba fordítani. Tulajdonképpen erről szól az én előadásom. Mit jelent az, hogy kezeljük a félelmeinket? Következzen ez a következő kérdés. Hát alapvetően én egy olyan tényből indulok ki, amit magyarországi mesterem Boga Bálint írt le több írásában, és a Pillantás a dombról című könyvében is. Ő egy geriáter, aki már a 80-as éveiben jár, és hála Istennek jó egészségnek örvend. Ugye ő azt írja, hogy az ember egy bio-pszicho-szociális lény. Ezzel ígérem önöknek, hogy a mai idegen nyelvi keretemet kimerítettem, már több idegen szót nem fogok használni, legfeljebb véletlenül, azonban ez nagyon fontos, hogy ezt a szót használjuk, mert nem lehet másképp mondani ilyen rövid szóval, hiszen az embernek van egy biológiai lénye, van egy teste, van azon belül mindenféle keringési rendszere, izomzata, gerince, egyebek, és ehhez nagyon sok mindent örököl. Tehát ezt ugye az elődeinktől, a két DNS összekapcsolódásától nagy részben örököljük. Tehát van egy biológiai sajátosságunk, és van egy biológiai létünk tulajdonképpen, amire megfelelően vigyáznunk kell. Van viszont egy pszichológiai létünk is, ami a lelkünk világa, a lelkünk is a gondolkodásunk világa, ha tetszik, és erre legalább ugyanannyira kell vigyázni, mint a fizikai testünkre, hiszen ha a lelkünkben valami fajta trauma, valami fajta defektus következik el, akkor az ugyanúgy jelentkezhet
fizikai betegségek formájában, de ugyanúgy jelentkezhet lelki betegségek formájában. És szociális lények is vagyunk, hiszen gondolkodásunkat, értékrendünket, világunkat folyamatosan a társadalom hívja ki, a társadalom ad feladatokat, és azokat megfelelően kell kezelnünk. A félelmeink tehát ennek a biopszichoszociális lénynek a világában jelennek meg, és ezeket kell úgy alakítanunk, hogy ebből pozitív energia szülessen. Tehát tulajdonképpen a kulcs szót már ki is mondtam ebben az előadásban, ezt más szavakkal úgy is mondhatom, hogy fordítanunk kell a szemüvegen. Tehát a történet éppen, hogy nem a félelmek megszüntetéséről, hanem éppen, hogy a félelmek kezeléséről kell, hogy szóljon. Tehát ezt a negatív energiát, amit a félelem hoz az ember számára, hogyan tudom fordítani pozitív energiává, hogyan tudom fordítani pozitív cselekvéssé adott esetben, erről szól a félelmek optimális kezelése. De milyen félelmeink is vannak? Tehetjük fel a következő kérdést. Hát nagyon sok mindentől félünk, mi 50 feletti emberek, hiszen ugye ez az előadás sorozat szeniorokként ugye az 50 felettieknek szól. Félünk attól, hogy magányosak leszünk. Ugye ma Magyarországon nagyon nehéz megmondani azoknak az embereknek a számát, akik teljesen magányosan élnek, akár izoláltan, ugye az izolált ember az, akire rá se nyitják az ajtót, de egészen biztosan több százezer ilyen emberről van szó. Azt tudjuk, hogy az özvegyek száma az majdnem 1 millió, de egy özvegy nem feltétlenül él egyedül, hiszen látogatják a rokonok, van neki adott esetben sok év után egy új kapcsolata, tehát ő nem feltétlenül magányos. De az bizonyosan mondható, hogy a 3,9 millió 50 pluszosból nagyjából egy 1 millió ember az, aki, és ez ugye a magyar társadalomnak több mint a 10%-a, aki 50 felett van, és igazából egyedül érzi magát. Tehát az első, ami a félelmünk, az, hogy magányban kell az életünk további részét eltölteni, senki nem fog velünk foglalkozni, és végül izoláltak leszünk, tehát tulajdonképpen senki ránk nem fogja nyitni az ajtót, egyedül leszünk, senki nem segít, hogyha bármilyen problémánk van, tulajdonképpen az életünk nagy részét teljes magányban kell töltenünk. Most ezen a ponton tehetik fel a kérdés, hogy tanár úr, értjük akkor, hogy mi a helyzet, de akkor hogyan kezeljük ezt a magányt, a magányban mi a jó? Ugye tehetjük fel a kérdést. Hát kérem szépen az az ember, aki korai vagy késői felnőtt korában nem gondolta arra, ott a gyerekek ügyintézése, szülői értekezletek, fogadóórák, vásárlás, családügyek intézése közepette, hogy jaj, de jó lenne egy kis én idő, jaj, de jó lenne egy pár perc, amikor csak magamra gondolhatok és magammal foglalkozom, azt tényleg nem érti, hogy mit jelent a magány. Valójában a magány egy lehetőség az ember számára, fordíthatunk úgymond a szemüvegen, és azt mondhatjuk, hogy a magány az arra jó, hogy az ember végre azt csinálja, amit ő szeretne. Nem azt, amit a környezete vár tőle, nem azt, amit a társadalom vár tőle. Ha akarom, meghallgatok egy zenét, ha akarom, elolvasok egy könyvet, ha akarok, megnézek egy jó filmet, és én osztom be az időmet. Ha éppen úgy tartja kedvem, egész nap pihenek, és nem is takarítok, úgyse jön hozzám most várhatóan senki az elkövetkezendő időben, tehát saját magam osztom be az időmet. Úgyhogy amikor ezt a bizonyos szemüveget megfordítjuk, akkor a magány kapcsán az első dolog az, hogy ne féljünk a magánytól. Használjuk ki a magányt, vegyük észre, ismerjük meg jobban önmagunkat, szeressük jobban önmagunkat. Ezt a magány megtanítja a számunkra. Na most erre mondhatják, hogy tanár úr, értem én, amit mond, de hát a fene egye meg, most már 20-25 éve egyedül élek, és most már unom ezt a magányt. Tudom azt, hogy magammal beszélgetek, hogy minden nap egyedül fekszem le, nincsen senki, aki meghallgasson, mit tegyek? Na hát itt is kell a szemüvegen fordítani, mert akkor el kell menni olyan társaságokba, olyan közösségekbe, amelyek energiát adnak, ahol jól érzem magam, ahol feloldódom, és nagyon jó a lehetőségem arra, hogy egyedül lakom, hiszen akár vissza is húzódhatom a kis csigaházamba, ha éppen úgy érzem fontosnak, de amikor úgy érzem, hogy kimegyek a közösségbe, akkor pedig ott vagyok a közösségben az emberekkel, jól érzem magam, boldog vagyok, felhőtlenül töltöm az időmet, ez lehet egy tánccsoport, lehet egy
kórus, lehet egy szenior előadás, ami részt veszek, lehet egy kirándulás, egy kiránduló csoport, lehet egy ilyen Nordic Walking közösség, ahol ugye az ember sportol, de mégsem erőlteti halára magát, és ugyanúgy ezek a keleti tornák, a Tai Chi, a Meridian torna, ezek is rendkívül alkalmasak arra, hogy az ember jól tudjon működni, rendkívül alkalmasak arra, hogy az ember kikapcsolódjon, és boldog állapotba kerüljön a közösség jóvoltából. Tehát a magányt semmiképpen nem szabad felfogni az isteni büntetésnek. Inkább egy figyelmeztetésnek, hogy foglalkozz magaddal, törődj magaddal, alakíts ki a saját értékrendedet, alakíts ki a világhoz való saját viszonyodat, hallgass egy kicsit magadra, s a magadban lévő belső hangra, és akkor ez egy eredményes dolog lesz. Tehát látják, itt van a példa, hogy miért beszélek arról, hogy a félelmet nem megszüntetni kell, hanem a félelmet kezelni kell, meg kell fordítani a szemüveget. Ugye a magányos izoláció téma, ez erre buzdít minket. Az izoláció kapcsán még engedjenek meg egy mondatot, hogy az izolált ember az, akire tényleg nem nyitják ki az ajtót. Hát ugye neki ez sokkal nehezebb történet, de még neki is ott van a lehetőség, akár az interneten keresztül, vagy ott van a lehetőség azzal kapcsolatban, hogy fogja magát, és ha a fizikai állapota megengedi, akkor megkeres olyan társaságokat, ahol jól érezheti magát. De az izolált emberrel nekünk is van feladatunk, mindannyiunknak. Ez a feladat pedig az, hogy megkeressük őt, megkérdezzük, hogy mire van szüksége, van-e tüzelője, van-e étele, és megpróbálunk rajta segíteni. És ha lehet, akkor elhívjuk egy-egy programra, egy-egy előadásra, hogy ne érezze magát egyedül. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog. Milyen félelmeink vannak még? Hát nagyon sok félelmünk van, ilyen például a halálfélelem és a betegségfélelem. Ugye a betegségfélelem a Covid idején különösen felerősödött, és ez nem csak magunkra vonatkozhat, hanem a környezetünkre is vonatkozhat, a szeretteinkre is vonatkozhat, hogy aggódunk, hogy mi lesz velük, hogy nehogy elkapják a fertőzést, és aggódunk természetesen magunkért is, mert úgy érezzük, hogy még sok dolgunk is van itt a világon. Na most a halálfélelem is egy velünk született tulajdonság, ugye a halálösztön és az életösztön, erről a nagy német pszichológus, nagy osztrák pszichológus Freud is nagyon sokat írt. Ugye az elmúlástól való félelem az nagyon erős az emberben. Ezzel kapcsolatban mind a kettőnek van egy közös eredője, amit szeretnék önöknek hangsúlyozni, ez pedig az, hogy ezeket a félelmeket át kell fordítanunk pozitív energiává. Tehát, hogyha nem akarunk korán meghalni, nem akarunk betegek lenni, akkor kérem szépen fizikailag, szellemileg és lelkileg a lehető legjobban vigyázni kell magunkra. Ugye? Tehát ezt a félelmet át kell fordítani pozitív energiává. Igen, félek attól, hogy beteg leszek, félek attól, most már az előadás negyedik meg harmadik, negyedik pontjára érek, szellemileg leépülök, fizikailag leépülök. Hát akkor mindent meg kell azért tennem, hogy ez ne történhessen meg. Tehát akkor a fizikai leépülés ellen hogy tudok védekezni? Rendszeresen tornázom. Rendszeresen is annyit, amennyi jól esik, de mindezt meg kell, hogy előzze a körzeti orvossal való konzultáció, hogy Margit néni, Sanyi bácsi, milyen mozgás lehet, és milyen mozgás nem lehet önnek végezni. Hiszen a fizikai állapotom pontosan megmutatja, hogy mivel lehet foglalkoznom, és mivel nem. Hogyha nyilvánvalóan az embernek mondjuk a gerincével van probléma, akkor nem biztos, hogy a futást ajánlják a legjobb megoldásnak. De lehet, hogy az úszás rengeteget tud segíteni ezen a helyzeten. Tehát mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ne üljünk otthon a tévé előtt, vagy üljünk otthon az internet előtt a különböző betegségekről szóló oldalakat lapozgatva, hanem próbáljuk meg azt a helyzetet felfogni, hogy kerüljük el a betegséget, ha pedig betegek vagyunk, akkor pedig a lehető legjobb fizikai, szellemi és lelki állapotot hozzuk ki magunkból. Feltetik a kérdést, hogy tanár úr, értem a dolgot, ugye fordítsunk a szemüvegem, fizikailag, lelkileg, szellemileg vigyázzunk magunkra, és próbáljunk meg úgy élni, próbáljunk meg úgy létezni, hogy ezek a félelmeink a lehető legkésőbb érjenek el minket. A fizikai problémák lassításáról már beszélt is nekünk tanár úr, hogy megfelelő mozgás kell találnunk, és azt rendszeresen kell végeznünk. De mi a helyzet a szellemi leépüléssel? Hát én alapvetően ugye gerontológiai kutatóként az idősek oktatásával, tanításával foglalkozom, tehát nem lepi meg önöket, hogyha arról beszélek, hogy a szellemi leépülés legjobb
ellenszere az, hogy az ember beiratkozik különböző képzésekre, előadásokra, szemináriumokra. Itt akár szeretettel a mi egyetemünket is ajánlhatom, hiszen mi is ugye ősszel kezdjük újra a Senior Akadémiát, most már 22. fél évvel, tanfolyamokkal, előadásokkal, ingyenes előadásokkal is, de bármilyen településen, ahol találunk a környéken szenioroknak szóló előadásokat, kurzusokat, vagy akár nem is feltétlenül szenioroknak szólót, hanem minden korosztálynak szóló, például nyelvtanfolyamot, akkor ezekre érdemes beiratkozni, hiszen a szellemi leépülés elleni küzdelmünk az nagyon-nagyon-nagyon fontos. El kell mondjam önöknek, hogy minden embernek van egy teljesen természetes szellemi leépülési folyamata, az agyi kapacitásunk nagyjából 0,01-0,02%-kal évente azért csökken, de ez nagyon csekély, ez nem túl számottevő, és ez nem okoz túlságosan jelentős problémákat, legfeljebb egy-két dologra, főleg a rövid távú memórián kapcsán kevésbé emlékszünk, mondjuk arra, hogy 3 nappal ezelőtt mit tettünk, de arra mondjuk igen, hogy az osztálytársunk neve mi volt. Ez egy természetes dolog, ez nem demencia. Viszont a demencia az, amikor az agynak a valamelyik területe, kifejezetten valamelyik területe elkezd leépülni. Na ez ellen viszont mindenképpen kell tennünk, ez ellen mindenképpen kell aktívan tevékenykednünk, hogy ez ne következhessen el, vagy minél később következzen el. Ugye azon a gerontológusok vitatkoznak, hogy tulajdonképpen a demencia micsoda, leginkább azt mondják, hogy genetikai háttere van a dolognak, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezt minél később éljük át, és minél lassabban érvényesüljön az ember agyában, tehát járjunk képzésekre, de otthon is írjunk naplót, ha éppen arról van szó, és ezzel magunkat is ellenőrizzük, illetve a kézírással egy kicsit gyakoroljuk az erőteljesebb agyi tevékenységet, emellett fejtsünk keresztrejtvényt, ez egy nagyon remek gyakorlása az ember agyának, és minél kevesebbet nézzük passzív módon a televíziót, minél kevésbé hagyjuk, hogy ránk ömöljenek a dolgok. Ugyanez a helyzet akkor, amikor elkezdek csak úgy szörfölgetni az interneten, és ugye nézegetek különböző oldalakat, ez sem túl jó az ember számára, mert ezzel is az ember agyára önt mindenféle információkat, amit nem dolgoz fel. Tehát akkor keressünk, és azt keressünk, amire tényleg kíváncsiak vagyunk, és ne ez a felesleges mozgása a virtuális térben, ne ez jellemezzen minket, mert ez rendkívül romboló, hiszen az agynak nem a kreatív részét éri ez a dolog, hanem olyan, mintha mosnánk, a szó legszorosabb értelmében mosnánk az agyunkat felesleges információkkal. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy a szellemi kapacitásra is ügyeljünk. Tehát ha félünk attól, hogy betegek leszünk, fizikailag, lelkileg, szellemileg, akkor fordítsunk a szemüvegen, és tegyünk ellene. Tehát vigyázzunk magunkra, és próbáljunk mindent megtenni azért, hogy ezek a problémák, ezek a betegségek, ezek a fájdalmak, ezek minél kevésbé, minél később érjenek el bennünket. Ez a megoldás, nem kérdés. Mitől félünk még? Hiszen ugye már elsoroltam a legfontosabb, szinte legfontosabb dolgokat, félünk attól, hogy magányosak leszünk, félünk attól, hogy izoláltak leszünk, félünk attól, hogy meghalunk, félünk attól, hogy betegségek fognak elérni minket, félünk a fizikai, a lelki, a szellemi leépüléstől. Mitől félünk még? Hát félünk attól, hogy a családban az a helyzetünk, az a véleményformáló, ha tetszik népszerű szóval influencer szerepünk, az meg fog változni, és nem fognak ránk hallgatni. Na ezzel kapcsolatban el kell mondjam önöknek, hogy nem is biztos, hogy baj, ha az ember helyesen és jól nevelte a gyermekeit, hogy azokat a gyermekeket egy kicsit elengedi akkor, amikor felnőttek lesznek. Éljék ők az életüket, nem kell nekem már 18-20 éves gyerekeknek megmondani, hogy mit csináljanak, mit tegyenek gyakorlatilag. Ha én jól és hatékonyan neveltem őket, akkor ők már önálló döntéseket tudnak hozni a saját életük kapcsán, és erre is kell őket nevelnem, hogy legyen önálló és hozzon önálló döntéseket a saját sorsát illetően. Tehát egy kicsit nem is baj,
hogyha a család közepéből egy picivel hátrébb lépek, nem is feltétlenül baj, hogyha nem én vagyok az, aki mindig mindent megmondok, és mindig mindent nekem kell megtenni helyettük, hanem egy picit engedjem azt, hogy ők tegyék. És én nekem viszont van én időm végre, van időm magamra, tudok azzal foglalkozni, amit én szeretnék, tudok a barátaimmal találkozni, egy kicsit visszahúzódni a saját életembe, tehát nem kell feltétlenül azt erőltetnem, hogy én legyek a főnök, és továbbra is a gyeplő az én kezembe legyen, és mindenki azt csinálja, amit én akarok. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ennek is megvolt a maga ideje, ez nagyjából ugye a 30-as éveim végéig, 40-es éveim elejéig egyértelmű volt, ahogy a gyerekek felnőnek, úgy már egyre önállóbbak és egyre önállóbb döntéseket hoznak. Úgyhogy próbáljuk meg elengedni a fészekből őket, és hogyha sikeres volt a mi nevelési folyamatunk, akkor ez valószínűleg eredményes is lesz. Összefoglalva az előadást, ugye mikről beszéltem eddig? Beszéltem arról, hogy az ember teljesen természetes módon fél attól, hogy magányos lesz, hogyan fordítom a szemüveget, úgy fordítom a szemüveget, hogy a magánynak az ajándékát nézem meg, és megpróbálom a magányt saját értékké formálni, egy saját életet kialakítani a magány jóvoltából. Félek attól, hogy izolált leszek, ha izolált leszek, akkor is megpróbálok emberek közé menni, és megpróbálom úgy szervezni az életemet, hogy mindig legyen olyan ember, aki legalább rám nyitja az ajtót, és valamit tud segíteni. Félek attól, hogy fizikailag, lelkileg, szellemileg leépülök. Ezek ellen megvannak a megfelelő módszerek, a fizikai leépülés ellen a mozgás, a lelki leépülés ellen a lelki problémák ellen a közösség, a szellemi ellen pedig a folyamatos agyi torna, az agynak a tornáztatása, hiszen ahogy Szent Györgyi Albert is mondja, az emberi agy és az eszközök abban különböznek egymástól, hogy az emberi agy az egy csodálatos találmány, és minél többet használom, annál kevésbé kopik el, szemben ugye a szerszámmal, amit minél többször használok, annál inkább elkopik. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon megbecsülendő gondolat Szent Györgyi Albertől. És beszéltünk arról is, hogy hogyan fordítunk azon, hogy félünk attól, hogy a család közepéből kiesünk, és nem mi leszünk a főnökök. Hát ez meg egy természetes folyamat, ezt el kell fogadni, és csak akkor kell nekünk véleményt mondani, amikor a fiatalok kérdezik a mi véleményünket, és remélhetőleg időnként hallgatni fognak ránk. Na ezzel az utolsóval kapcsolatban engedjenek meg, hogy elmeséljek még egy történetet. Kurt Vonnegut, a híres amerikai író az 50-es évek közepén írt egy nagyon szép novellát, aminek az a címe, hogy Holnap, holnap, holnap. Ebben a novellában a híres amerikai író elvezet minket a 22. századba, amikor is már alig van megművelhető földterület, és tulajdonképpen hatalmas nagy lakótelepek sora húzódik szerte a világon, hiszen túlnépesedett a világ, és a családok már úgy élnek, hogy akár 8-10 generáció is együtt él. Minek köszönhető ez? Annak köszönhető, hogy kitalálnak egy gyógyszert, ami abban a fizikai, lelki és szellemi állapotban tartja az embert, amikor elkezdi szedni. Tehát a halál az gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki vagy nagyon tudatosan véget vet a saját életének, mert úgy érzi, hogy már 150-200 évet élve már éppen eleget élt, vagy pedig valami olyan baleset éri, ami után nem lehet őt visszahozni. Ez tekintető halálnak. Na most ennek megfelelően tehát 8-10 generáció él együtt, gyakorlatilag vannak olyan fiatalok, akik egész életükben állva alszanak, vagy ülve alszanak, ha éppen jut nekik egy szék a lakásban, és a családokat ilyen idős királyok uralják tulajdonképpen, akik mindent megmondanak, hiszen ők a legtapasztaltabbak a családokban. Na egy ilyen családban, a Schwarz családban játszódik a történet, amely történet arról szól, hogy a család ura, az idősebb, a nagypapa, ő a távirányító kezelője, és mindig azt kell nézni a családnak, amit a nagypapa szeretne, és bárkinek bármilyen rossz mondata van, a nagypapa előveszi a végrendeletet, és kihúz belőle embereket, vagy előrébb ír másokat, akik neki szimpatikusak. Tehát ez a történet persze úgy végződik, hogy a fiatalok fellázadnak ellene, kiöntik az ő gyógyszerét, és akkor ő úgy csinál, mintha elmenne, hagy egy papírt, hogy elmentem meghalni, és arányosan rátok hagytam a vagyonomat, tehát minden
mindenki ugyanannyit kap, de ezen elindul a hajba kapás, és annyira hajba kapnak, hogy a rendőrségnek ki kell jönni, és néhány embert közülük becsuknak, és hát ott a cellába mondják nekik, hogyha elmondják azt, hogy itt egyenként vannak a cellába az emberek, akkor örökre itt fogják őket tartani, vagy direkt visszaengedik őket a társadalomban, a kisebb hely van, úgyhogy mindenki hallgat. Viszont Schwarz bácsi a megüresedett lakásba vissza tud menni, és nyugodtan tudja nézni tovább a tévésorozatát. Szóval így zárul a történet, de nekünk az a lényeges ebből az egész történetből, hogy ne váljunk Schwarz bácsikká. Tehát ne gondoljuk azt, hogy nekünk kell feltétlenül a családot irányítani 70-80-90 évesen is. Adjuk át a stafétabotot azoknak, akik felnőttek, akik a saját életüket tudják vezetni, és mi pedig forduljunk a saját életünk értékei felé, hiszen van feladat elég fizikailag, lelkileg és szellemileg megőrizni magunkat. Feltetik a kérdést, hogy tanár úr, értek mindent, a félelmeket nem legyőzni, hanem kezelni kell, fordítani kell azon a bizonyos szemüvegen, és akkor úgy kell élni az életünket. Mindent értek, de azért tisztázzuk, hogy mi a különbség a félelem, az aggodalom és a szorongás között. Ugye ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye a félelem az egy nagyon konkrét, tárgyias félelem, és erre vonatkozik. Az aggodalom az lehet egy általánosabb dolog, de lehet kötődhet egy konkrét tárgyhoz is. Amennyiben a konkrét tárgyhoz kötődik, egy enyhébb formában, ugye a félelem az erősebb, az aggodalom az enyhébb, akkor ezen is kell fordítani. Tehát ha aggódom azért, hogy a gyerekemmel valami történik, akkor mindent meg kell tennem azért, hogy felkészítsem őt arra a helyzetre, amibe kerül. A szorongás viszont egészen más. A szorongás, hogy anxiety vagy angst, ugye az egyiket az angol, a másikat a német mondja, a szorongás az egy tárgyatlan dolog. És ezért is mondtam az előadás elején, hogy a félelmeket nem lehet teljesen legyőzni, mert a félelemnek egy változata tulajdonképpen a tárgyatlan félelem, a szorongás, ami minden embernek a vele született sajátossága. Tulajdonképpen egy figyelmeztető jel benned, hogy vigyázz magadra, óvd a testedet, a lelkedet és a szellemedet. Ugye ezt nem, hogy megszüntetni nem szabad, hanem figyelmen kívül hagyni sem szabad. Tehát az angst, a szorongás, az mindig int téged arra, hogy nem vagy tökéletes fizikailag, lelkileg, szellemileg, vigyázz magadra, óvd magad, alakíts ki technikákat azzal kapcsolatban, hogy az életnek mind a három szintjén te jól érezd magad, és egy stabil, boldog életet élhess. Tehát a szorongást magunkból kiűzni nagyon nagy hiba, mert az teljesen vakmerővé tesz minket, és minden olyat megcsinálunk, amit nem szabadna. A szorongás egy természetes bennünk lévő hang, akár ha tetszik a Jóisten hangja, amely figyelmeztet minket arra, hogy vigyázz magadra, óvd magad, kerüld el a veszélyhelyzeteket. No hát ezt javaslom önöknek is, és ha elkap minket egy félelem, akkor arra kérek mindenkit, hogy jusson eszünkbe ez a levett szemüveg és a szemüveg megfordítása, hogy hogyan tudom pozitív energiává fordítani a félelmemet, hogyan tudok belőle pozitív erőket létrehozni, hogyan tudom ezt az egészet úgy kezelni, hogy az az én javamra szolgál, és nem én ellenem. No hát ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó kis félelem legyőzési, leküzdési, helyretételi munkát. Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek a nyáron, és a jövő hónapban újabb előadással jelentkezem. Szeretettel üdvözlök minden rákospalotai szeniort!